A hajléktalan embert nem csak a téli hideg érintheti tragikusan, de a nyári kánikulai hőség is. Az idei nyáron ebből nincs hiány. A vörös kódot júliusban kétszer is kiadták, jelenleg visszavonva. A Pécsi Támasz Alapítvány integrált vezetője az eddigi tapasztalatokról számolt be, többek között arról, hogyan vészelték át a hőséget ellátottjaik. Kollégáink nagyon igyekeztek odafigyelni a kliensekre. Az utcai szolgálat az a vörös kód lefújása után is folyamatosan vitte ki a vizet azokra a területekre, ahol hajléktalanok élnek, és szerencsére nem volt egyetlen olyan eset sem, amikor mentőt kellett volna hívni valakire, amennyiben viszont úgy látták jónak, vagy az ellátottunk kérte, akkor bevittük a nappali melegedőnkbe, ott tudott orvossal konzultálni, esetlegesen segítséget kérni, lefürödni és egy kicsit megpihenni a hőségben. Az étkezés, innivaló fogyasztása is megváltozik az embernek a nagy melegben. Meghatározott kalóriatartalmú ételeket adunk minden esetben az ellátottainknak, nyilván amennyiben ilyen időben kevesebbet kérnek, akkor arra is van lehetőség, hogy akkor kisebb adagokkal tudjuk őket támogatni. A Támasz Alapítvány ellátottjai szeretnek kint a szabadban lenni egész nap, télen is, nyáron is, sőt van, hogy az éjszakát is szívesen kint töltik. Azonban akár a hidegben, akár a rekkentő hőségben állapotuk rosszra fordul, akkor bekívánkoznak az alapítvány biztonságos szállásaira, éjjeli menedékhelyére, mondja Fonyó József. Döntően, hogyha a fizikai állapotuk rosszabbodik, akkor igénylik inkább a bentlétet. Ez igaz az éjjeli menedékhelyek és a nappali melegedőkre is. Természetesen a nappali melegedő az egy olyan ellátás, hogy reggel be lehet menni, meg lehet fürödni, ki lehet mosatni a ruhákat, és akkor ez segítséget nyújt a mindennapokban. De ilyenkor nyáron valóban inkább az emberek elhúzódnak azokra a helyekre, ahol árnyékot találnak, és olyan parkokba vagy olyan helyeken, ahol meg tudják húzni magukat a hőség elől. A hajléktalan ember épp úgy küzdhet szív-érrendszeri keringési problémával. A hőség miatt volt rá példa, hogy rosszul lett valaki. Ezek mindig előfordulnak, és a bentlakásos intézményeinkben azért ez a hőség ugyanúgy érzékelhető volt, és azért ott is előfordultak, hogy segítségre volt szükség. A gyümölcs-zöldség fogyasztás terén elég sajátságos a helyzetük. Az alapítványnál az ételekbe beleteszik, illetve hozzáadják az étkezésekhez a gyümölcsöt is, azonban az ellátottak részéről erre kevésbé van igény, kismértékben fogyasszák csak, teszi hozzá Fonyó József.